Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Gyere, ahogy vagy című műsorunkban. A nyár az mindig óriási lehetőségeket rejt magában, és most erről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek dr. Mihalec Gábor, pár- és családterapeutát. Nemrég olvastam egy cikket, és abban arról olvastam, hogy egy új autót vásároltál, és először csodálkoztam is rajta, hogy hogy kapcsolódik ez a házassághoz, de ezt talán elmondod, hogy hogyan is jött ez a gondolat, a házasság és az autóval való összehasonlítás. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát egy férfit az autójáról kérdezni nagyon veszélyes vállalkozás, mert a műsoridő az mindig behatárolja a dolgokat. Nem is tudom, mi volt előbb, a házasságról vagy az autóról való gondolkodás. Mi férfiak előbb mindenről el tudunk ide jutni. Igen. Hát ez a dolog, ez úgy történt, hogy vásároltam egy autót, egy használt autóról van szó, és hát elég hosszan kerestem a hirdetéseket más országokban, és vannak bizalmatlansági tényezőim a magyar autóeladási morállal kapcsolatban, ezért úgy Németországban is szétnéztem, és találtam egy autót, ami úgy minden tekintetben megfelelt, és azt mondtam, hogy ez mindig az, amit leírtak, ez a tökéletes autó. Fölhívtam a tulajdonost, és tényleg úgy tűnt, hogy minden rendben van, és mondtam, hogy én nagyon szeretnék elmenni ezt az autót megnézni, de vannak olyan előadások, olyan vállalásaim, amelyek miatt csak 2 hét múlva tudok elmenni. Mit csináljunk? Küldjek át valami foglalót, vagy valamit? Hát nem kell semmit küldeni, hiszen mondta, hogy jön, nem? Akkor nekem ez elég, akkor én leveszem a hirdetést. Az igen. Hát ez már úgy egy érdekes Ez már jól indult, igen. Aztán amikor közeledett a dátum, akkor írtam neki, hogy akkor most hétfőn megyünk, ott leszünk. Erre jön vissza egy e-mail, hogy menet közben én elvittem a saját költségemre egy szervizbe átnézetni az autót, biztos akartam lenni abban, hogy mindent rendben adok át. Ja, minden rendben volt egyébként, itt a jegyzőkönyv is, a fékbetéteket kellett cserélni, de azt a saját költségemre kicseréltem. Mondom, ez már valószínűleg jól hangzik. Mikor beleültem, elfordítottam a kulcsot, tele volt a tartály. Hát ettől még jobban megdöbbentem. Utolsó kérdésem az volt, hogy egy dolgot mondjam még meg nekem, hová kell menni, melyik hivatalban kell ezt átiratni, mert hogy én itt nem vagyok jártas, nem tudom, mi hol van. Szóval semmi gond, mindenre gondoltam, ma szabad napot vettem ki, megyek önnel, és mindent együtt intézünk. És olyan érzés volt bennem, hogy itt sokkal többet kaptam, mint amire befizettem. És akkor most elértünk a házassághoz, mert igazából a házasságról fog beszélni, és nem az autókról, de azért nem baj, hogy szobok. Szóval igazából mit kell a házasságba beletenni, ahhoz, hogy valami extrát is beletegyünk, és most beszéljünk arról, hogy ugye a nyár közelettével ez talán egy kicsit segítség lehet az, hogy jön a jó idő, jön a szabadság ideje, és egy kicsit tudunk talán jobban odafigyelni rá. Igen. Ez az autós élmény hozta felszínre bennem azt az érzést, figyeltem magamban, hogy hogyan reagálok erre az egészre, és napokkal később is még valahogy ilyen feldobódottság, ilyen szemcsillogós érzésem volt, és arra gondoltam, hogy ha egy egyszerű autóvásárlás ilyet tud egy emberben kiváltani, akkor a legfontosabb emberi kapcsolatunkban nem lehetne valami hasonlót becsempészni, hogy amikor a feleségem beszél rólam mondjuk, akkor a szomszédok vegyék észre, hogy mennyire csillog a szeme, és mennyire más az egész kisugárzása attól, ahogyan én viszonyulok hozzá. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a házasság lényegében az extrákból él. Igen. Ezek a kis pluszok, amiket úgy elrejtünk. És igazából éppen ezek, amik igazából hiányoznak a mindennapokból. Mindig ezek a pluszok. Amikor már annyira belefáradunk, mindenki a saját rutinjában él, meg dolgozik, meg megy tovább. Tehát akkor igazából most ez a nyár is nagy lehetőségeket rejt, hogyha most arról beszélünk, hogy jön a szabadság ideje. Pontosan. Hova menjenek a házaspárok nyaralni? Elég, hogyha otthon vannak, vagy el kell, hogy utazzanak valahova, ahhoz, hogy ez a extra élményt egy kicsit jobban elő tudják hozni egymásban? Ha abból indulunk ki, hogy a házasság a pluszokból él, az extrákból él, akkor miért ne varázsolhatnánk a nyárból is valami egészen rendkívüli élményt, valami olyasmit, amire aztán majd a novemberi esős napokon vissza lehet gondolni, és megint egy picit visszajön a csillogás a szemekbe, valami olyat, ami akár családilag is, a gyerekeket is belevonva, valami olyan közös élmény hátteret jelent, amiről majd esetleg a gyerekeink mesélnek a kandalló peremén ülve a saját unokáiknak, hogy amikor én gyerek voltam, akkor mit éltem át a szüleimmel. És ami más, mint az otthoni. Pontosan. Tehát muszáj kizökkenjünk belőle. Igen. Egyébként mi is azt tapasztaltuk, hogy volt, amikor megpróbáltuk azt, hogy nem utazunk el sehová, kiveszünk szabadságot, és hát otthon együtt leszünk, és az valahogy nem. Tehát kell a környezetváltozás hozzá. Észrevesszük otthon azt, hogy már megint le kéne a füvet nyírni, akkor egy napra megint kizökkenünk ebből a. A nők aztán végig nem tudnak kikapcsolni, szerintem itt a konyha körül, a telefon, meg. Csörög,
pörög, igen. A konyhában a dolgok zajlanak, mosogatni ugyanúgy kell, főzni ugyanúgy kell. Arról nem beszélve, hogyha valami kicsit olyan exkluzív helyre meg tudja az ember, hogy megteszi, hogy elmegy. Tehát mondjuk egy wellness szálloda azért, ahol csak végre a feleség is azzal tud foglalkozni, kicsinosítja magát, lemegy az étterembe, és csak le kell ülni az asztalhoz. Az egy igazán tényleg nagyon extra. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Annyit dolgozunk egész évben. Igen. Akkor engedjünk meg magunknak néha egy kis fellélegzést, hogy végre élvezzük a gyümölcsét annak, amiért eddig hajtottunk. És hát a tervezési folyamatban is azért feszültségek egy házasságban könnyen adódhatnak, mert a feleségekben ott van ez a vágy, hogy jó, akkor egy kicsit most éljünk át valami pluszt, mi férfiak pedig nagyon szeretünk ilyen megfogható, materiális dolgokban gondolkodni. Igen. A fejünkben, mint Dagobert bácsi szemében is látszanak a dollárjelek, és számolunk, ki futja, nem futja, mennyit kell ezért plusz munkát vállalni, mennyit nem, de el kell engednünk ilyenkor magunkat egy kicsit, ez nem ablakon kidobott pénz. Igen, valamennyire tervezésről is van szó, de valamennyire tényleg még, hogyha úgy van, akkor túl is kell lépni ezen. Így van. És az előbb említetted a gyerekeket. Ez egy következő kérdés lehet. Nekünk kicsit könnyebb helyzetünk van olyan szempontból, hogy mind a kettőnknek már nagy gyerekeik vannak, könnyebben el tudunk szabadulni, hogy kettesbe legyünk. Sőt, néha örülnek. Igen, ez a másik, hogy még örülnek is valamikor. De tényleg vannak olyan házaspárok, ahol ezt nehezen tudják megoldani, mondjuk 2-3 kisgyerek ott van otthon. Ők mit csináljanak? Csak a gyerekekkel nyaraljanak, vagy külön is mit tanácsolsz erre? Igen. Nagyon nehéz erre a kérdésre vagy-vagy fogalmakban válaszolni, és sokkal inkább az és fogalmával válaszolnék erre. Egy házaspárnak borzasztó nagy szüksége van arra, hogy legyen lehetőség a saját, a kettős kapcsolatát is ápolni. És ezért, ha ideálisak a körülmények, akkor nyilván az a legjobb, hogyha elmehet egy házaspár. Persze ebben vannak objektív gátak, pénz, gyerekfelügyelet, ehhez hasonló dolgok, és vannak érzelmi gátak. Milyen szülő vagyok én akkor, ha a kicsi gyerekemet lepasszolom, igen. És csak magamra gondolok. Jó szülő vagyok én? Apukáknak annyira igen, nem. Apukáknak kevésbé, mi kicsit könnyebben le tudjuk ezt a részt választani az érzelmeinkben, de az anyukákban ott van ez a rossz érzés, hogy én attól még jó anya vagyok, ha ezt megengedem magamnak. Mi is átértük Dórival, elmentünk egy hétre valahova, és hát ott kezdődött, hogy az egész odavezető úton a gyerekekről beszélgettünk. Igen. Odaértünk. Volt 2 nap tele gyötrelemmel, lelkiismeret furdalással, hogy milyen borzasztó szülők vagyunk, hogy eljöttünk ide a földi paradicsomba, és a gyerekeink otthon, a nagymami nutellás palacsintáján sínylődnek szegények. Szóval volt egy jó napunk a közepén, amikor ugye el tudtuk ezt engedni, aztán jött megint 2-3 nap, ami tele volt lelkiismeret furdalással, hogy milyen szörnyű szülők vagyunk, már lelkiismeret furdalásunk sincs, amiért a gyerekeinket otthon hagytuk. De bele lehet jönni. De ennek nagyon örülök, hogy ezt mondod, hogy is, mert bár nekem is már nem kicsik a gyerekek, de hát igazából már felnőttek. De még most is úgy vagyunk vele, hogy ezeket az élményeket milyen jó lenne együtt átélni. És igazából ott, ahol meg már nagyobbak a gyerekek, ott meg már arra gondolunk, hogy igazából már nem sok időnk van, amit még velük töltettünk, tehát hogy ez tényleg ilyen közös élmények maradjanak meg. Igen, és az az érdekesebben még, hogy a gyerekeink, amikor kicsik, nem tudják visszajelezni, hogy ők ennek a haszonélvezői. Hiszen azért valljuk be, nekik jó, amikor mi ápoljuk a házasságunkat. Abszolút, igen. De tavaly volt egy nagyon szép élményem, amikor a fiam ezt visszajelezte felém. 20. házassági évfordulót ünnepeltünk Dórival, és hát úgy gondoltam, valami nagyon szép helyre szeretném őt elvinni, kiválasztottam egy gyönyörű helyet, és hát jött a szokásos kéztördelős jelenet a gyerekeimnek, ezt valahogy a torkán le kell tolni. És oda mentem a fiamhoz, és mondtam, tudod, most mi anyával elmegyünk valahova. Hát hová mentek, mit csináltok? Hát rossz hely nem élveznéd ilyen 1500 éves házak között, omladozó vacak épületek között. Biztos nem élveznéd, és érezte a szavaimon a magyarázkodást, és az én kicsi fiam, aki hát ilyen arasznyival magasabb nálam, hogy a vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy apa, mindig eljátsszuk ezt az udvariaskodást. Jegyezd már meg, nekünk jó az, amikor ti elmentek, és vigyorogva jöttök haza. Menj, és tedd boldoggá az anyukámat. Így van. Ez olyan, amikor már ezt így a gyerekek volt, is látták. Úgy felszabadított, igen, hogy van jogunk magunkra is figyelni,
és ettől a gyerekeinek jobb lesz. Igen, és egyébként maga a nyaralás is olyan szempontból együtt már így nagyobb korban felszabadultabb, hogy igazából ma azt látom, hogy a gyerekek már partnerek. Tehát olyan, mintha egy jó társasággal mennénk, mert már ők ugyanúgy a kulturális dolgokat. Azért valljuk be őszintén, amikor kicsik a gyerekek, akkor csak minden arról szól, hogy csak oda mehetünk, amit a gyerek. Szóval akkor úgy mi igazából sem. Két nap vidám parkot adunk, egy nap múzeumért cserébe, és akkor alkudozunk egymással. Az előbb említetted még azt, hogy amikor ti elmentetek kettesben nyaralni, akkor kellett egy pár nap. Igen. Szerinted mennyi idő kell ahhoz, hogy igazán egy házaspár ki tudjon kapcsolódni? Mert azt azért én is így érzem, hogy azért túl rövid idő, tehát nem tudom. Igen, igen. Természetesen, ha minden csak a nyára hegyezünk ki, akkor ez megint azért valahol a kapcsolatnak a szegénységét bizonyítja. Nagyon lényeges, hogy egy kapcsolatot menet közben is ápoljunk. Ha visszacsatolok egy pillanatra az autóhoz, ha az autót csak akkor viszem el a szervizbe, mielőtt eladnám, hogy még összefogja valami, amíg átveszi az új tulajdonos, utána szétpotyoghat, az se baj, akkor nem hozom ki belőle azt, ami igazából benne volna. Egy házasságot napi szinten gondozni, ápolni kell, pontosan úgy, mint egy kertet. Ha nem ápolom, nem dolgozok rajta, magától csak a gyom fog teremni benne. Van egy ilyen ökölszabály, amit mi párterapeuták szeretünk így a párok lelkére kötni, hogy ha azt akarják, hogy hosszan boldogok legyenek, kiegyensúlyozottak legyenek, akkor mihez tartsák magukat? Napi fél óra, heti egy este, havonta egy nap, negyed évente egy hétvége, és évente egy hét. Igen, igen. Ha ezt az ökölszabályt valaki betartja, akkor már akkora védelmet biztosított a házasságának, ami el tudja viselni a mindennapok húsdarálóját, amikor bedarálnak bennünket a befizetetlen számlák, a konfliktusok, most nincs idő, majd elintézzük, és ehhez hasonló dolgokat. Igen, mert az alapvető kiindulás az mégis az, hogy ez a két ember szereti egymást, együtt akar lenni. Csak az, hogy tényleg ezek a külső tényezők folyamatosan. Viszont mindig arra gondolunk, és tényleg most így kicsit a nyárra koncentráltunk a beszélgetés elején, de ez rendkívül fontos, amit mondasz, hogy minden nap legyen időnk egymásra, meg figyelmünk. Az a másik dolog, hogy odafigyeljünk a másikra. Igen. Tehát ne csak az, hogy ott üljünk egymás mellett, és beszéljünk a másiknak, hanem tényleg igazából odafigyeljünk. Pontosan erről van itt szó, csak hogy még kicsit jobban testközelbe hozzam ezt az egész képet. Nem kell mindig abban gondolkodnunk, hogy van a napi rutin, és van a házasságápolás, tehát ma még valami plusz feladatot pontosan, is kell tennem. Pontosan, ezt bele lehet a mindennapi apró dolgokba csempészni. Például a reggeli. Ha reggelit készítek otthon, én szeretem a feleségemet meglepni, én is szoktam reggelizni, tehát ez nem különösebb figyelem, magamért is megtenném, nem egy külön program, de beleüthetem a tojást a serpenyőbe csak úgy, vagy foghatok egy ilyen szív alakú kis pogácsa szaggatót, azt beletehetem a serpenyőbe, és abba üthetem bele a tojást. És milyen jó ezt egy férfi szájából hallani, hogy ez... Egy mozdulat a különbség, de a hatás, igen, amit látok Dória arcán, hát azért megéri dolgozni. Megtehetem azt, hogy kenek gyorsan egy szelet kenyeret magamnak, és bekapom, vagy megtehetem azt, hogy két tányért veszek elő, két szeletet kenek, és mondjuk ketchuppal még egy smiley-t rányomok. Tehát ezek ilyen apró dolgok. Egészen pici, jelentéktelen semmiségek. Megtehetem azt, hogy fölállok az asztaltól, és oda megyek a hűtőhöz valamiért, és megtehetem azt, hogy miközben elmegyek a hátam mögött, végig simítom a vállát a kezemmel. Egy érintés, egy ölelés, egy simogatás. A legapróbb dolog, de a lényeg az, hogy jelezzem felé, hogy veled vagyok, gondoltam rád, fontos vagy nekem. Hát ezekkel olyan tartalékokat képezünk egymásban. Jön utána a munkában egy nehéz időszak, valakinek nem jött össze az, amire dolgozott már két hete, vagy letol a főnök bennünket. Ott van az a jó érzés, hogy de engem amúgy otthon értékelnek. Én vagyok valaki. Én igazából az a jó, hogy ez az erős kapocs megmaradjon, és ez az apró dolgokkal tudjuk segíteni. Hogy sokszor azt látom, hogy az nagyon nehéz, amikor már a házaspárok olyan szinten eltávolodnak egymástól, hogy akkor már nem jön természetesen ez az apró érintés, ez az apró simogatás. Igen. Tehát akkor utána már sokkal, de sokkal nehezebb ezt így visszaterelni a helyes irányba. Így van, egy párterápiában például mi terapeuták nagyon tudatosan keressük azokat a jeleket, amik a párnak az összetartozását mutatják. Amikor egy pár úgy sétál be a rendelőbe, hogy van közöttük 2 méter távolság, semmi szemkontaktus kettőjük között, és olyan szárazan beszélnek egymásról, mintha csak azt mondanák, hogy tegnap vettem egy doboz sült krumplit, akkor tudjuk, hogy nagyon fogunk izzadni ezzel a párral.
De amikor látjuk azt, hogy beszélgetés közben is, ugye az újjuk megtalálja egymást, igen, és valahogy összekapaszkodik, vagy látjuk azt, hogy egymásra néznek, és egy pillanatra, hogy valami átcsillan, igen, a szemükön, akkor tudjuk azt, hogy olyan végletes nagy bajok nincsenek, csak esetleg valahol elakadtak, és ezen kell tovább lendíteni. Segíteni kell, vagy felszíne hozni. És igen, ilyenkor van, hogy esetleg azért egy nyaralás is segít, amikor elindulunk, mert akkor tényleg minden külső körülményt így félre lehet tenni. Félre tudunk tenni, és végre megengedhetjük, hogy csak egymásra figyeljünk. Használjuk ezt ki. Ez óriási dolog. Mindannyian más típusúak vagyunk, nem csak azért, mert egy férfi meg egy nő, hanem még emberek is. Van, aki a vizet szereti, van, aki a hegyet. A házasságnak melyik típusú nyaralást tesz jót, vagy segít? Van egy ilyen egyáltalán, hogy hova menjünk nyaralni? Önmagában már a nyaralás megtervezésének a folyamata az egy próbája a házasságnak sok család esetében, mert tényleg ezek a különbözőségek olyankor nagyon előjönnek. Hogyha teljesítenem kell, akkor bennem van a készség, hogy egy kicsit úgy háttérbe szorítom a saját szükségleteimet, de amikor ki akarom engedni a gőzt, amikor felüdülni, felfrissülni akarok, akkor egyre fontosabbá válik az, ami nekem fontos. Éppen ezért a varázs szó talán az, hogy egymásra hangolódni. És nem nyomás alatt, hanem a feltöltődés jegyében átélni mindazt, ami történik. Lehet ebben különböző módokon kompromisszumot kötni, lehet úgy, hogy az egyik évben az legyen, amit te szeretnél, a másik évben az legyen, amit én szeretnék. Lehet úgy, hogy egy nyaraláson belül, vagy ötvözni, igen. A lényeg az, hogy... kulturális, vagy a pihenés, vagy például, hogy csak az a, valakinek csak az a nyaralás, hogyha ez a szó szóba kerül, hogy csak fekszem a napon, csak és nem fekszem semmit. Van, aki egy ilyentől meghalna. És ez is létjogosult, mert igen, valakinek arra van szüksége, aki pörög egész évben, és levegő őt venni alig van ideje, és van, aki az aktív pihenés szereti. A lényeg az, hogy ne dőljünk egyik vagy másik irányba el, mert akkor elveszíti az egyensúlyát ez a kapcsolat. Igen. Legyen mindkét félnek az az érzése, hogy én fontos vagyok ebben. A véleményem, a hozzáállásom fontos, és a másik lépéseket tesz azért, hogy elém jöjjön, hogy nekem is jó legyen. Ha ezt az érzést meg tudjuk adni, a többi az már részletkérdés. Főleg az, amikor így indulunk a nyaralásnak, hogy a másiknak akarunk, igen, az ő kedvére akarunk tenni, igen, akkor mi ugyanannyit kapunk belőle, mert a kapcsolatunk az ugyanúgy. Pontosan. Most a végén még csak azt kérdezem, hogy ti készültök nyaralni, kettesben, vagy gyerekekkel együtt? Mi készülünk nyaralni, igen. Mondanám azt, hogy négyesben, de nem négyesben, mert most egy új életszakaszba léptünk át. Abba az életszakaszba, amikor átmenetileg többen járunk nyaralni, mint a szűk családunk, mert hogy most már ilyen barátnős korszakba léptünk akkor át. Akkor ez a nyár most egy új gyerekeink révén, igen, úgyhogy életünkben először most ötösben megyünk el ez nyaralni. Nagyon izgalmas, ez nagyon izgalmas. Nagyon igen, várom én is, hogy mit fog ez hozni. Biztos, hogy sok mindent felszínre hoz, és még jobban megismerhetjük egymást. És most csak azért maradt ki a kettesben a utazós rész, mert nemrég voltunk kettesben egy hétig valahol, ott feltöltekeztünk, és most van tartalékunk, igen, hogy látszik adjunk is, a látszik gyerekeinek. Is köszönöm rajtad szépen. Egy kicsit. Hát csak annyit itt a végére elmondok, hogy mi is egy családi nyaralásra készülünk, ahol 22-en megyünk. Ugye wow, erről nem beszéltünk, amikor az egész nagy család, de ettől függetlenül nagyon bízom benne, hogy kettesben is el tudunk majd menni, mert tényleg valóban szükségünk van rá. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó pihenést és szép nyarat köszönöm kívánok nektek, nektek a családdal szép együtt. Nyaralást. És a kedves nézőknek pedig azt tudom tanácsolni, hogy készüljünk a nyárra, tervezzük meg, de a házasságunk ne csak ezen múljon, hanem a mindennapokban is ugyanúgy apró extrákat tegyünk hozzá, hogy egyre jobban működjön és hogy megtaláljuk egymást a családban. Viszontlátásra, egy áhítattal búcsúzunk. Gondolom, ön is járt úgy pont, ahogy én. Mármint bárki, aki egy párkapcsolatban él, valószínűleg ezt az élményt nem tudja kispórolni. Nehéz nap után, amikor fáradtan hazatámolyog, és arra vágyik, hogy legyen egy jó szó, talán még egy finom meleg étel is. Aztán mégis valami egészen más fogadja. A párjának éppen valami sokkal jobb dolga van, mint az, hogy önnel foglalkozzon. Tudomásul kell venni, egy kicsit talán morogva. Az ember nekilát, kiszolgálja magát, szórakoztatja magát, és közben nagyon nehéz elkerülni azt az érzést, ami ott legbelül forr. Na,
majd legközelebb. Amikor neki lesz rá szüksége, akkor majd én is ilyen leszek. Talán már akkor ott melegében ki is mutatja. Nem szólok hozzá. Minek beszéljek vele? Nem, én nem fogok mosolyogni. Kezdje ő a békülést. Mi ezzel a probléma? Hadd olvassak önöknek egy történetet Jézustól. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Hát nem azt mondja inkább neki. Készíts nekem valami vacsolát. Övezd fel magadat és szolgálj fel nekem. Míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Jézusnak ebben a történetében egy úr és a szolga kapcsolatáról van szó. Egyáltalán nem egy olyan kapcsolat, amit mondjuk egy férj és feleség között feltételeznénk. Még akkor sem, ha sokszor kiszolgáljuk egymást. Valami egészen másról van itt szó. Azt mondja Jézus, egy szolgának vannak kötelességei, és azokat teljesítenie kell. Hogyha mindezeket megtette, akkor teljesítette a minimumot. Gondolják végig, önöknek, mint házastársaknak, mik az alapvető kötelességeik? Mi az, amit nekem, mint férjnek meg kell tegyek a feleségem iránt? Azt gondolom, mindannyian tudjuk erre a választ. Megfogadtuk a hűséget, hogy jóban és rosszban együtt leszünk, és bizony, az, hogy én szeretem a páromat, az egy alapvető követelmény. Nem is követelmény, hiszen amikor ezt megígértem, és most, hogy ott élek a feleségemmel együtt, ez egy öröm, ez egy kiváltság, hogy ezt megtehetem. Vagy alap, egy egészen alap szükséglet. Gondolják végig. Vajon lehet-e azt mondani, hogy én már pedig nem fogok mosolyogni a páromra? Vagy lehet-e azt mondani, hogy már pedig én visszatartom azt, amit megígértem? Például azt, hogy én mosogatok el a vacsora után. Vagy netán addig is elmerészkedünk, hogy azt mondjuk, hogy na, itt puszi többet nem lesz egészen addig, ameddig meg nem követsz. Azt gondolom, önök is érzik. Visszatartani valami olyasmit, ami jár a másiknak, az alapvetően engemet, illetve a kapcsolatunkat sérti. Megtenni az alap dolgokat, az egy alapvető szükséglet. Ahhoz kell, hogy működjön a kapcsolat. Én nekem nincs jogom megvonni azt, amit adok. De valamit megtehetek. Jézus arra hív, hogy gondolkodjon úgy a keresztény ember, hogy amikor megtette azt, ami szükséges, akkor mondja azt, hogy hát eddig még csak haszontalan voltam. Elvesztegettem ezt a napot. Vajon mit tehetnék, amivel megnyerhetném ezt a napot? Vajon mit tehetnék, amitől jobb lenne ez a nap, jobb lenne ez a kapcsolat? Lehet, hogy hazafelé menet azt fogom mondani, hogy álljunk meg egy pillanatra a virágboltnál. Vagy lehetséges, hogy azt fogom mondani, hogy hú, mi is a feleségem kedvenc csokoládéja? Viszem magammal. Lehet, hogy ma nekem szükségem lenne valamire nagyon-nagyon. Kár, hogy ezt nem kaptam meg tőle. Hadd adjak én neki többet, sokkal többet, mint amire számítana. Isten is ezt tette velünk. Ezt tette velünk, amikor még az életét is érettünk adta. Ez az igazi szeretet, ez az igazi szerelem.